Ez most itt az összmozgás, amit meg tudok csinálni. Tudom, hogy nem látod itt uh, alattam meg körülöttem, de nagyjából itt be vagyok bástyázva, és szerintem a székkel már nem tudnék itt teljes értékben mozdulni jobbra vagy balra. Ugyanis elköltözünk, és annyira konkrétan elköltözünk, hogy most már közvetlen költözés előtt vagyunk, de a héten már kimaradt egy videó emiatt és nagyon szerettem volna, hogy ezt most megcsináljam, hogy ezt még elkészítsem. Igazából azért is, mert hogy akkor ez az utolsó videó ezen a helyszínen, és azért ez így sokat jelent nekem, mert hogy sok videó készült itt, és nagyon izgatottan várom azt is, hogy hogy fogom megtalálni majd az új hátteret vagy a háttereket. Légy türelmes majd velem, kérlek, mert nem tudom, hogy ez, ez az most... Hú... Most nagyon tele van a fejem, meg most nagyon sok minden történik. Nem garantálom, hogy most szerdán lesz videó, nem tudom. De igyekezni fogok, hogy ne maradjon ki túl sok, vagy ne legyen túl nagy szünet, mert már csak azért is, mert én magam is szeretem, hogyha van rendszer abban, hogy hogyan jönnek ki a videók. Úgyhogy ja, igazából ezzel kapcsolatban csak ennyit szerettem volna mondani, hogy értsd, hogy miért tűnt el a kanapé, és uh, miért vannak ilyen nagyon furcsa dolgok most hirtelen a háttérben. Uh, úgyhogy következőre már, a következő videót azt már nem innen fogod látni. Köszönjünk el ettől a helytől, kicsit most meghatottam, szóval köszönjünk el ettől a helytől egy olyan stílusú videóval, amiket én nagyon-nagyon szeretek készíteni, és ez pedig a minimalizmussal kapcsolatos. Szóval kezdjük el! Sziasztok, itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon! Tehát minimalizmus! A minimalizmus az egy életmód. És mint minden életmód váltásnál, én úgy gondolom, hogy itt is érvényes, hogy jár bizonyos buktatókkal. Tehát, hogyha valaki a minimalizmust szeretne váltani, vagy a minimalista életmód felé terelni az életét, ott lesznek olyan dolgok, olyan kisebb bakik, hibák, amiket viszonylag könnyű elkövetni. És én is megértem néhány ilyet, meg beleestem néhány ilyenbe, valamit egy kicsit erősebben éltem meg, valamit azért kevésbé, szóval kevésbé érintett meg. És arra gondoltam, mivel tudom, hogy, hogy érdekel egyébként ez az irányzat sok embert, aminek nagyon örülök, arra gondoltam, hogy, hogy akkor készítenék egy olyan videót, amiben beszélgethetünk erről a tipikus hibákról, amikben nagyon könnyű belecsúszni, mert hogy szinte adják magukat, hogy ez meg megtörténik az emberekkel, és azért gondoltam, hogy talán hasznos lenne ezt összegyűjteni egy videóba. Úgyhogy most kilenc minimalista hibáról lesz szó, és bár hibának neveztem el ugye a címben is, nem feltétlen akarnék én ilyen erős szót használni erre. Azt mondanám, hogy inkább kisebb baki, kisebb megakadások, amikre, hogyha tudatosan tekintesz, akkor könnyebb túllépni rajtuk. Az egyes baki a túlszelektálás. Ugyanis amikor megismered ezt a gondolkodásmódot, megismered ezt az irányzatot, hogyha mondhatom így, a minimalizmust, hogy leegyszerűsíteni az életed, hogy megtisztítani a környezetedet, számodra hasznos dolgokat tartani a környezetedben, az nagyon-nagyon fellelkesíthet. Nagyon nagy lendületet adhat, hogy na jó, akkor most mindentől megszabadulok. És ekkor a szelektálás során könnyen megtörténhet, hogy már olyan dolgokat is kiszelektálsz, amire esetleg szükséged lehet. És amiért ez problémás az az, hogy igazából ez egy újnak a vásárlásához fog előbb-utóbb vezetni, szóval, hogy pontosan az ellenkezőjét éred el, mint amit eredetileg szerettél volna. Félreértés ne essék. szerintem a szelektáláshoz kell lendület. Amikor beraksz egy jó kis zenét, és akkor érzed, hogy jó, most megvan bennem a kellő határozottság, a kellő lendület, hogy akkor nekiállok, kiválogatom a dolgaimat, mi az, amire szükségem van, mi az, amire nincs szükségem. Viszont én azt gondolom, hogy még eközben a lendület közben is azért a racionális hangot tartsd meg a fejedben. Ez főleg attól is megvéd téged, hogy esetleg utólag megbánt, hogy olyasmit is kidobtál, vagy olyasmit is elajándékoztál, eladtál, amire egyébként még szükséged lett volna. A második baki az az örömet okozó dolgok korlátozása. És ezt egész konkrétan saját tapasztalatból is e, érzem, nem azért, mert velem megtörtént, hogy a számomra örömet okozó dolgokat elkezdtem volna korlátozni, hanem mert több olyan üzenet érkezett, ami például arról kérdezett engem, hogy valamilyen tárgy vagy valamilyen szolgáltatás az belefér-e a minimalizmusba, hogy számára örömet okoz, de aggasztja ezt a szemét az, hogy ez talán már nem minimalista így. És én erre mindig azt szoktam válaszolni, hogy a minimalizmusba az fér bele, amit te szeretnéd, hogy beleférjen, mert ez egy gondolkodásmód, ez egy irányzat, de nem egy abszolút dolog. Nem azt jelenti, hogy akkor mostantól minden ki kell söpörni az életedbe, ami nem hoz neked nettó hasznot, mert hogy én azt mondom, hogy szerintem, ami örömet okoz neked, az hoz hasznot. Az a mentális egészségedet elősegíti. Tehát az én olvasatomban a minimalista életmód nem arról szól, hogy minden területen korlátozd magad, hanem arról szól, hogy felszabadíts magad a felesleges dolgok alól. És az, hogy mi az igazán felesleges, szerintem érezni fogod, mert ott van az a belső hang, és, és csak oda kell hozzá hajolni és meghallgatni, hogy mi az, amit mond, hogy tényleg szükségem van erre, örömet okoz nekem, vagy nem. És hogyha nem, akkor engedd el. De hogyha örömet okoz neked, akkor ne engedd el, mert azzal már saját magadat korlátozod, Saját magadnak ártasz, ahelyett, hogy segítenél. Persze szerintem itt is és minden területen érvényes az egyensúly, a mértékletesség. Ez szerintem egy alap jelszó számomra, hogy igyekezzek megtalálni az egyensúlyt és a mértékletességet tartsam meg, bármilyen területről van is szó, de azt hiszem, hogy ez teljesen általánosan elmondható talán az élet legtöbb területére, hogy minden túlzásba lehet vinni. A hármas baki, ez szerintem fantasztikus, ezt mindenki fel fogja ismerni, a kimagyarázás, amikor azt mondod, hogy jó lesz ez még valamire. Ami ilyenkor történik, az az, hogy megmagyarázod magadnak, hogy miért van mégis szükséged erre a tárgyra. Ez nem egy valódi, őszinte magyarázat, hogy azért van rá szükségem, mert látom, hogy használom, hanem konkrétan magyarázkodás saját magad előtt, hogy megindokold, hogy miért tartod meg mégis. Számtalan sort beleestem ebbe a hibába. Fantasztikus, hogy mennyire sokszor tényleg olyan abszurd dolgokra mondtam azt, hogy jó lesz még valamire, meg még biztos szükségem lesz rá, és aztán nem. És aztán nem. Miután észrevettem, hogy milyen rendszeresen csinálom ezt, két kérdést vezettem be saját magamnak, ami segít eldönteni, hogy valóban jó lesz-e még az a tárgy valamire, valóban kell -e, hogy a tulajdonomban legyen az a tárgy, vagy sem. Az első kérdés az az, hogy használtam-e ezt a tárgyat az elmúlt egy évben. Számomra azért az egy év ö, szokott lenni a határ, főleg a ruháknál, de egyébként minden más tárgynál is nekem bevált, mert hogy egy év alatt ugye ott van minden négy évszak, ott van az összes ünnep, mindenféle szituációt egy teljes év alatt megélek. És hogyha ez alatt az egy év alatt egyszer se nyúltam ahhoz a tárgyhoz, egyszer se volt rá szükségem, az már valószínű, hogy megcsenget egy vészcsengőt a fejemben, hogy akkor talán felesleges. És a második kérdés csak, hogy finomítsam egy kicsit még a képet, az az szokott lenni, hogyha ha most elajándékozom eladom ezt a tárgyat, de mondjuk a jövőben mégis szükségem lesz rá egy szituációban, akkor kölcsön tudom e kérni valakitől. Vagy tudok-e kölcsönözni valahonnan, csak arra az egy helyzetre. Tehát, amikor észreveszed magad, hogy most éppen kimagyarázom, hogy miért kell megtartani ezt a tárgyat, akkor tedd fel ezt a két kérdést, és hogyha arra jutsz, hogy ezek alapján valószínűleg nincs rá szükségem, akkor arra nincsen szükséged. 4. A tárgyak elrejtése valódi szelektálás helyett. És ez is eléggé merítkezik saját tapasztalatból, mert hogy Biztos hallottad már, mennyire szeretem a tárolókat, mert elég sokszor elmondtam, szóval én nagyon szeretem a tárolókat, és a tárolók tökéletesek arra, hogy elnyeljenek egy csomó felesleges dolgot, és úgy érezzem, hogy megszabadultam tőlük, pedig nem, csak elrejtettem szem elől. Csak hogy igazából ez nem szelektálás, hanem rejtegetés. Mert hogy attól függetlenül még ott vannak, még foglalják a helyet, azok még az én tárgyaim, és nem használom őket. Tehát feleslegesen csak elbújtattam, hogy ne lássam, azért, hogy a lelki ismeretem csendben tudjon maradni. És erre engem azt segített rádöbbenni, amikor elhatároztam, hogy tárolom belül is rendet rakok. És nem azért, mert látom és zavar, hogyha rendetlenség van, hanem pont ellenkezőleg, mert nem látom, és így nagyon könnyen alakul ki ott káosz és amikor a tárolón belül is elrendezgetem a dolgokat, akkor látom, hogy mi az, ami felesleges, szembesülök azzal, hogy mi az, amit csak ott rejtegettem, és meg tudok tőle válni. Az ötös. Hasonlítgatás. És ez azért nem egy egyszerű pont, mert hogy több oldalról is áradhat rád a minimalizmus, meg az, hogy ki hogyan csinál dolgokat, konkrétan innen is, mert hogy ugye én is erről beszélek, Um, és bár azt gondolom, hogy ezek inspirációs forrásnak nagyon jók lehetnek, mert ugye én rengeteg ötletet gyűjtöttem már például YouTube videókból, vagy internetes cikkekből, vagy akár még Instagramról is, tehát hogy nagyon sok ötletet gyűjtöttem már én be ilyen inspirációs forrásokból, viszont megvan ennek az a veszélye is, hogyha elkezded magad hasonlítgatni másokhoz akár azokhoz, akik készítik ezeket a tartalmakat, vagy bármilyen más minimalistához, akit ismersz, és úgy szeretnéd csinálni a dolgokat, ahogy ők csinálják. És ismét ez egy saját tapasztalatból eredő dolog, nekem is volt, hogy azt vettem standardnek, vagy azt vettem alapnak, amit valaki más csinált, és ahhoz próbáltam igazítani, vagy így fejben ahhoz hasonlítottam a saját dolgaimat, hogy akkor mennyire felelek én meg ennek a fajta minimalizmusnak, de igyekszem ezt hangoztatni, hogy szerintem a minimalizmus egyrésztről egy gondolkodásmód, másrésztről én azt gondolom, hogy lehet ezt individualizálni, és kell is. Mert hogy itt nem valami nagyon határozott szabályok és falak vannak, hogy ennek mentén kell viselkedned, ezt kell csinálnod, meg ezt kell csinálnod hanem inkább egyfajta gondolkodásmód, egyfajta életmód. Viszont az, hogy ezt életed melyik területén pontosan hogyan alkalmazod, az szerintem fontos, hogy individuális legyen. Ugyanis, hogyha nem individuális, akkor elkezdhet kényelmetlen lenni. Akkor elkezdheted azt érezni, hogy korlátozva vagy, vagy hogy ilyen erőltetett ez az egész, hogy nem ül neked. És pontosan azért, mert nem a saját életedhez igazítottad a dolgokat, hanem valaki máséhoz. Úgyhogy ha az én videómat nézed is, szeretném, hogy észben tartsd, hogy én a saját tapasztalataimat osztom meg. Nagyon örülök, ha ötleteket tudok adni, nagyon örülök, hogyha inspiráló lehet egy-egy ilyen videó, viszont semmiképp sem azt jelenti, hogy ez az egyetlen helyes út, mert hogy nem az. Ehhez kapcsolódik a hatos pont, ami önmagad elvesztése. A minimalizmus, ahogy mondtam, ugye ez nem egy sablon. Szóval én azt mondanám, hogy amikor dolgozott ki a saját életmódodat, a saját felfogásodat, találd meg benne önmagad. Mert hogy igen, a minimalizmus ugye alapjában véve a tárgyak csökkentésére, részben a tárgyak és részben más körülötted lévő dolgok, zavaró tényezők, felesleges dolgoknak a csökkentésére koncentrál. Tehát az egyszerűsítés, a felszabadítás. Ezen belül pedig szerintem fantasztikus, jól meg tudod találni önmagad. Nem az a lényeg, hogy sablonizáljunk téged. Légy olyan, mint mindenki más, csinálj mindent ugyanúgy, mint mindenki más. Hanem az a lényeg, hogy megtalálhassd a saját valódi irányodat, a saját valódi utadat, és értem ezt külső és belső dolgokra is. A belső dolgokban szerintem azért segít nagyon egyébként a minimalizmus, mert lecsökkenti a külső zajt, és segít, hogy tudj koncentrálni arra, amit bent hallasz. A hetes baki a minimalizmus tárgyakra való korlátozása. És én itt elsősorban két dologra gondolok. Ugye arról volt szó, hogy ugye felesleges dolgok az életedben, hogyan tudod őket eltávolítani, hogyan tudod őket kisöpörni, hogy tisztaság csend legyen. És hogy tudj odafigyelni, tudj jelen lenni, anélkül, hogy tele lennél külső zajokkal, úgymond, ezek inkább ilyen átvitt értelemben gondolom, ami elvonja a figyelmed, és nem tudsz közben jelen lenni lelkileg. És én azt gondolom, hogy egyrésztről ugye ez egy gondolkodásmód, tehát nem csak a tárgyakról van itt szó, hanem számomra a minimalizmusban az is benne van, hogy megtanuljak nemet mondani. Mert hogy felesleges dolog az nem csak tárgy lehet, hanem lehet valami olyan felesleges tevékenység vagy olyan felesleges szolgáltatás, amiben valamilyen oknál fogva részt veszek, holott a szívem mélyén tudom, hogy számomra ez felesleges, vagy én ezt nem szeretném. És a másik pedig a digitális minimalizmus, aminek egyre nagyobb szerepe lesz az én életemben, és ez, hogy megtaláld a digitális világban is a saját kis minimalista környezetedet. Ezért van az, hogy én egyre gyakrabban tartok egyébként Instagram szünetet is, mert amikor érzem, hogy túl sok a zaj, egyszerűen nem tudok koncentrálni, mert, mert annyi külső inger ér engem ott, akkor beszüneteltetem. Mert azt érzem, hogy most erre van szükségem, mert most ez nekem ártó, ez felesleges, most csend kell nekem egy kicsit. Tehát én ezt a gondolkodásmódot nem szűkíteném le a tárgyakra, mert hogy igen, nagyrészt szól a tárgyakról is, de hogy egy ponton túl, az kevés lesz. Egy ponton túl szükséges, hogy valami benned változzon ahhoz, hogy valóban a tiéd legyen az a gondolkodásmód. Nyolcasba ki, hogyha nyomást helyezel önmagadra hogyha sürgeted magad, ha azt mondod, hogy gyorsan kell ezt csinálni, nem csinálod eléggé, nem szelektáltál még ki eleget, hogyha elkezd az egész egyfajta kényszer lenni, vagy tényleg elkezdesz konkrétan nyomást helyezni a saját vállaidra, ezáltal, hogy saját magaddal azt érezteted, hogy nem csinálod ezt elég jól. Csak hogy ez kiveszi az egészből az örömet. Hogyha lassabb a tempód, teljesen rendben van. Senki nem sürget, te se sürgesd magad. És egyébként még nekem is van mindig egy csomó terület, ahol tanulom a minimalizmust. Én tényleg úgy látom, hogy ez egy út, tehát nincs egy végpont, amikor kimondhatod, hogy én minimalista vagyok, és kész, én százszázalékosan kész vagyok, hanem ez egy folyamat. És a kilences és egyben utolsó, hogyha elveszített szem elől az egész folyamatnak, az egész dolognak a lényegét. A lényeg szerintem nagyon fontos. Lehet mindenkinek egyébként szerintem ez egyéni. Nekem a, az egyszerűsítés, a letisztultság. Számomra ez a lényeg, hogy könnyebb legyek, hogy könnyebbnek érezzem magam, felszabadultabbnak érezzem magam, hogy tudjam, hogy ami a környezetemben van, az hasznos, hogy szeressem, hogy, hogy élvezzem, hogy használjam, hogy örömet okozzanak a körülöttem lévő tárgyak, hogy ne legyen felesleg az életemben. Számomra ez a lényeg, én így szoktam megfogalmazni és amikor úgy érzed, hogy, hogy túlzottan már így belepörögtél ebbe az egész minimalizmus dologba, vagy hogy nagyon beszéppantanak bizonyos részek, térj vissza egy kicsit ahhoz, hogy számodra mi a lényege ennek az egésznek. Mi, a, mi az egészben a fő célod? Mi az, amit szeretnél? Mi az az érzés, amit szeretnél közben érezni? És hogyha néha emlékezteted erre magad, akkor szerintem az egyébként abban is segít, hogy ne görcsölj rá túlzottan. Mert hogy végérvényesen itt nem valami büntetésről van szó, meg nem is kötelező dologról, hanem egy opcióról. És milyen gyönyörű, hogy ezt választhatjuk. Hogy választhatjuk azt, hogy én szeretnék egyszerűbb életet. Szerintem ez egy nagyon jó végszó, úgyhogy én most itt be is fejezem. Kérlek, hogy mondd el a véleményed, hogyha van kedved, nagyon-nagyon fogok neki örülni és köszönöm szépen, hogyha itt voltál a videó végéig. Az a helyzet, hogy remélem, hogy nem sokára újra találkozunk, és hogy nem sokára már nem itt találkozunk újra. Szóval szia!